Laudetur Jézus Krisztus! In aeternum, amen. Nagy szeretettel köszöntjük a Bonum TV nézőit. A képek Vatikánból érkeznek, a Kelemen teremből, ahova ebben a pillanatban lép be Ferenc pápa, Pietro Parolin és a Szentszék többi diplomatájával együtt, ahol a Vatikánba akkreditált nemzetközi diplomatákat fogadja Ferenc pápa. Ez egy szokásos évelei audiencia, ahol bizonyos iránymutatásokat ad ilyenkor a Szentatya a Vatikánba akkreditált diplomatáknak, általában véve megköszöni a munkájukat, és az elkövetkezendő évre néhány gondolattal indítja útnak. Mielőtt a Szent Atya beszédét meghallgatjuk, a diplomáciai testület dékánja, Jean-Claude Michel köszönti a Szent Atyát francia nyelven. Joins à nos prières afin que force physique et assistance spirituelle donnent à votre ministère de pasteur universel tout le rayonnement que le monde en attend. Un monde souffrant qui aspire à rejoindre un horizon plus confiant et plus serein. À cet égard, l'enthousiasme suscité par votre pontificat, marqué par votre engagement et votre détermination face aux problèmes et aux aspirations de la société de notre temps, correspond heureusement à cette légitime espérance. Soyez-en remerciés. Mais le cortège des fléaux naturels qui jalonnent une année, tremblements de terre, cyclones, inondations, épidémies, catastrophes écologiques, tragédies aériennes et maritimes sont autant de drames personnels qui placent bon nombre de nos contemporains devant le doute, voire le rejet de la Providence. Puissent-ils trouver dans votre paternelle compassion un durable réconfort. À propos de ces calamités, je veux ici n'en évoquer qu'une, la fièvre Ebola, parce qu'elle frappe aveuglément et en priorité des populations déjà durement éprouvées par la misère. Mais il est réconfortant de voir la communauté internationale se mobiliser au service de la vie. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi partout où l'existence humaine est en danger. Lorsque trop souvent, le spectacle affligeant de conflits meurtriers au Proche-Orient, et particulièrement en Syrie et en Irak, en Afrique et même en Europe, inonde les écrans de nos téléviseurs, un sentiment d'impuissance et de culpabilité ronge nos consciences, car pour ces mots-là, notre responsabilité est entière. Au milieu de ces fracas, votre voix exhortant les hommes de bonne volonté à la paix, à la justice et au respect de tous s'élève grave et prophétique. Votre douleur pourra-t-elle bouleverser le cœur des puissants et les inviter à transformer le mal en bien et le bien en meilleur ? Telle est, nous le savons, la question que vous ne cessez, très Saint-Père, d'adresser aux responsables des nations. Et voici qu'une nouvelle souffrance nous est infligée, la montée vertigineuse du fanatisme religieux qui n'hésite plus à se servir du très miséricordieux pour perpétrer d'horribles crimes contre l'humanité. Retour inimaginable au siècle de barbarie que nous croyons pourtant avoir définitivement dépassé, et qui nous rappelle combien l'esprit de tolérance est fragile et l'œuvre civilisatrice loin d'être achevée. Qu'il me soit permis d'évoquer ici la belle figure du pape Paul VI, votre bienheureux prédécesseur, qui, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, proclamait « Nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme ». Il soulignait par là le devoir impérieux fait aux croyants de protéger farouchement la dignité de tout homme et de tous les hommes. Saint Philippe Néri à son époque, et plus récemment Abraham Lincoln, célébrés tous les deux cette année, ont offert leur vie, chacun à sa manière, pour libérer leurs semblables de toute forme d'esclavage. Puissent-ils, dans cette année dédiée à la vie consacrée, nous servir d'exemple en ce siècle où certains replongent dans de terrifiantes pratiques, enlèvements, prises d'otages, tortures, exécutions arbitraires, prostitution organisée, trafic d'enfants et d'organes, au mépris du droit et de la justice. Nous devons déplorer aussi une recrudescence des persécutions contre les communautés religieuses et autres, trop souvent, hélas, dans l'ignorance coupable de certains médias.
Là encore, nous ne doutons pas que ce soit pour vous, pour votre cœur de père, un vrai tourment et nous le partageons tous. La folie meurtrière du siècle passé, qui fit plusieurs dizaines de milliers de morts, avait provoqué un choc salutaire et une saine réaction internationale. Aussi, l'Organisation des Nations Unies qui fête ses 70 ans et l'Union européenne dont vous avez récemment visité le Parlement ainsi que le Conseil de l'Europe, l'Union africaine, l'Organisation des États américains et les organisations continentales asiatiques et océaniques doivent poursuivre encore et toujours avec plus de force leur mission de paix et de défense des droits de l'homme. Qu'en est-il à l'orée de ce nouveau millénaire ? Bien des avancées, certes, en faveur des libertés individuelles, du règlement pacifique de guerre fratricide, de la défense de minorités discriminées, de la normalisation des relations entre États, mais devant encore tant d'injustices entre le Nord et le Sud, et au sein même des États, devant les dégâts que peut provoquer celle que votre sainteté nomme si justement l'économie sans visage, devant tant de déceptions à l'égard de modèles réputés idylliques qui grossissent la cohorte des désespérés de la modernité et de la mondialisation, souffrez que nous nous orientions vers une autre voie, celle que votre sainteté a privilégiée lorsqu'elle a réuni dans le jardin du Vatican les antagonistes du Proche-Orient et les a invités à progresser vers une paix respectueuse de leurs différences, ou bien lorsque pèlerin en Terre Sainte, en Albanie et en Turquie, elle a encouragé le dialogue interreligieux et a rappelé que les relations avec nos frères, surtout si nous en sommes séparés, ne s'enracinent solidement qu'en transcendant la confrontation terrestre. Chaque année nouvelle nous offre l'opportunité de dresser un bilan sur le passé, mais aussi de tourner nos regards vers l'avenir avec espérance. L'espérance, la vertu, la force de la jeunesse mise au service de chaque croyant pour s'engager avec les générations futures sur des objectifs positifs. Aussi, à l'instar de Saint Jean Bosco, apôtre de la jeunesse, et tout particulièrement de la jeunesse en difficulté, n'hésitons pas, deux siècles après lui, à relever le défi. Loin des dangereux paradis artificiels qui leur sont proposés, alcool, drogue, sexe, violence, argent facile, ayons le courage de redonner aux jeunes de tous les pays la volonté de se rassembler au service des idéaux humanistes qu'avec affection et détermination, votre magistère les convie à rejoindre. N'est-ce pas là notre devoir et notre honneur de frères aînés si nous ne voulons pas manquer un rendez-vous déterminant pour l'histoire ? Très Saint-Père, votre tâche pour 2015 s'annonce immense. Nous vous accompagnerons de notre prière au long de vos pèlerinages et de vos voyages apostoliques et nous resterons attentifs à vos messages de sagesse et de miséricorde et en particulier à ceux que vous adresserez aux familles dont le prochain synode aura à promouvoir la mission. Nous souhaitons demeurer à vos côtés dans l'espoir que notre travail, si modeste soit-il, aide et soulage le vôtre. Je ne peux pas conclure mon message sans évoquer les figures tutélaires de vos saints prédécesseurs élevés sur les autels il y a quelques mois, les papes Jean XXIII et Jean-Paul II. À n'en pas douter, ils seront, du haut du ciel, vous conseiller et vous protéger, pour mener avec la bienveillance qui les caractérise la barque de pierre sur les flots du temps qui passe. Que l'année à venir nous soit clémente, vous soit clémente, et que l'amour de Dieu et du prochain, seul capable de donner un sens à l'existence, selon les propos de Hans-Urs von Balthasar, habite votre discernement et votre détermination à construire une civilisation plus humaine et plus fraternelle. Bonne, heureuse et sereine année, très Saint-Père, et bon voyage au Sri Lanka et aux Philippines. Jean-Claude Michel, a diplomáciai testület dékánja köszöntötte a Szentatyát, felsorolta azokat a társadalmi problémákat, amelyeken dolgoznak a diplomaták, amelyek megjavításán dolgoznak, és jó utat kívánt a Szentatyának az apostoli útjára, amelyre ma este indul. Most pedig a Szentatya beszédét fogjuk hallani. Eccellenze, signore, signori.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm a jelenlétüket ezen a hagyományos találkozón, amikor minden év elején köszönhetem Önöket, családjaikat és népeiket, amelyeket megjelenítenek, amelyeket képviselnek. Szívből kívánok minden jót. Különösképpen szeretném kifejezni köszönetemet Jean-Claude Michel úrnak, dékának azokért a kedves szavaiért, amelyeket hozzám intézett mindenki nevében, és hasonlóképpen mindnyájuk számára, akik folyamatosan dolgoznak azon, hogy előmozdítsák és megerősítsék az országok és a nemzetközi szervezetek kapcsolatait a Szentszékkel. A múlt évben is ezek a kapcsolatok szorosabbá válhattak, egyrészt azért, mert növekedett a Rómában élő nagykövetek száma, és több kétoldalú szerződést is tudunk kötni, általánosakat is, és sajátos szerződéseket is. A mai napon nyomatékkal szeretnék ném kiemelni az egyik szót, amely nagyon drága számunkra, ez pedig a béke. A békét az angyalok arra hirdeti meg számunkra a karácsonyi éjszakán, úgy, mint Isten értékes ajándékát. Ugyanakkor ez a személyes és társadalmi felelősségre is utal, amely kell, hogy ösztönözzön és munkára serkentsen minket. A békén túl a karácsonyi Betlehem egy másik drámai valóságot is elénk állít, ez pedig az elutasítás. Néhány ikonábrázoláson, nyugatin is és keletin is, például Andrei Rublev csodálatos karácsony születésikonján a gyermek Jézus nem egy bölcsőbe van elhelyezve, hanem egy sírba. A kép, amely próbálja összekötni a két fő keresztény ünnepet, a karácsonyt és a húsvétet, egymás mellé helyezi az új élet születése miatti örömet, és ott van Jézus egész drámája, akit megvetnek és elvetnek egészen a kereszthalálig. A karácsonyi elbeszélések rámutatnak az emberiség kemény szívére is, amely nehezen fogadja be a gyermeket. Kezdettől fogva kidobják őt a hidegbe, kénytelen egy istállóban születni, mert nem volt hely neki a szálláson. Ha így bántak Isten gyermekével, még inkább így bántanak testvéreinkkel és nővéreinkkel. Van az elutasításnak egy olyan jellege, amely közös, amely arra indít, hogy a másikban ne egy befogadandó testvért lássunk, hanem kitörjük a figyelmen kívül hagyjuk a személyes élethorizontunkon, és inkább betétásnak tekintsük, hatalmunk alá akarjuk vetni. Egy olyan gondolkodásmód ez, amely a selejtezés, a kidobás kultúráját szüli, mert semmit és senkit nem kímél. A teremtményektől kezdve az emberi lényekig, és magán Istenig is. Ebből születik a sérült társadalom, amelyet állandóan feszültségek és konfliktusok szakítanak szét. Az evangéliumi elbeszélésekben Heródes, egy emblematikus alak, aki úgy érzi, hogy a saját hatalma veszélyben van a gyermek Jézus miatt, ezért megöli a betlehemi ártatlan gyermekeket. Rögtön gondolok itt Pakisztánra, ahol több mint 100 gyermeket mészároltak le kegyetlen gonoszsággal.
És szeretném kifejezni részvételmet a családjaiknak, és imádkozom az ártatlanul életüket vesztett gyermekekért. Az elutasításnak a személyes dimenziójához szorosan kapcsolódik a szociális dimenzió. Egy olyan kultúra, amely kidobja a másikat, az elvágja az emberek közötti legmélyebb és legigazibb kötelékeket, és végeredményben szétmálasztja, darabokra szakítja az egész társadalmat, és erőszakot és halált szül. Ennek szomorú tanai vagyunk a mindennapjainkban, nem utolsó sorban napjainkban, ami pár nappal ezelőtt Párizsban egy tragikus mészárlás történt. Másokat nem olyanoknak, olyan emberi lényeknek ítélünk, akiknek velünk egyenlő méltósága van, nem testvéreknek és nővéreknek, hanem tárgyaknak tekintjük őket. Az ember szabadból szolgává válik. A divat rabszolgájává, a hatalomé, a pénzé, sőt, sokszor a tévúton járó vallásé is. Olyan veszélyek ezek, amelyekre föl akartam hívni a figyelmemet a mostani békevilágnapra küldött üzenetemben, amely a modern rabszolgaság sokféle formájával foglalkozik. Ebből fakad, ez a romlott szívből fakad, amely képtelen látni és művelni a jót, és elérni a békét. Fájdalommal állapíthatjuk meg ennek a elutasító gondolkodásmódnak és szolgaságba döntő kultúrának a dramatikus következményeit. Konfliktusok terjednek folyamatosan. Valódi világháború zajlik darabokban, hiszen különböző formában és intenzitáson az egész földkerekség érintett ebben, például kezdve Ukrajnától, ahol dramatikus események színtere történt, és kérem a riconciliazione fraterna che permetta di superare l'attuale crisi. Mio pensiero va nemzetközi szervezeteket, hogy tegyenek meg mind, és kérem a érintett feleket, hogy a nemzetközi jog betartásával próbálják helyreállítani a testvéri együttélést. Azután gondolok főleg Közel-Keletre, Jézus szeretett földjére, amelyet meglátogathattam múlt májusban, és amelyért folyamatosan imádkozunk, hogy ott béke legyen. Ezt különös intenzitással tettük együtt az akkori izraeli elnöke Simon Perezzel és a palesztin elnöke Mahmoud Abbas-szal, akiket az a bizalkodó remény vezet, hogy újra tárgyaló félhez ülnek a felek azért, hogy megszűnjenek az erőszakok és elérjék a megoldást, amely lehetővé teszi, hogy a mind a palesztin nép, mind az izraeli nép végre békében éljenek, egy világosan rögzített és nemzetközileg elismert határok között, és így a két államban való gondolkodás megoldása valósággá váljon. A Közel-Keleten sajnos más konfliktusok is vannak, amelyek már nagyon régóta elhúzódnak, és egészen odáig vezetnek, hogy fundamentalista jellegű terrorista akciók zajlanak Szíriában és Irakban. Ez az Istenre alkalmazott kidobás kultúrájának a következménye. A vallási fundamentalizmus ugyanis, mielőtt az emberi lényeket kidobná, azáltal, hogy szörnyű mészárlásokat hajt végre, magát Istent utasítja el, hiszen egy puszta ideológikus igényhez köti őt. Ezzel szemben a jogtalan, igazságtalan agresszióval szemben, amely nem csak a keresztényeket, hanem más etnikai és vallási csoportokat is érint abban a térségben, egyhangúan föl kell lépni,
a nemzetközi jog keretein belül, amely képes, hogy megállítsa az erőszakot és helyreállítsa az egyetértést, és begyógyítja a mély sebeket, amelyeket a konfliktusok okoztak. Ezért tehát felhívást intézek az egész nemzetközi közösséghez, mind az érdekelt egyes kormányokhoz, hogy konkrét kezdeményezéseket tegyenek a béke érdekében, és mindazok megvédése érdekében, akik a háború és az üldözés következményeitől szenvednek, és kénytelenek elhagyni saját otthonukat és hazájukat. Karácsony előtt nem sokkal küldtem egy levelet, amelyben személyesen akartam kifejezni közelségemet és imádságomat a közel-keleten élő keresztény közösségekért, akik gyönyörű tanúságot tesznek hitükről és bátorságukról, és döntő szerepet játszanak a béke megteremtésében a kiengesztelődés érdekében. Egy olyan közel-kelet, amelyben nem lennének keresztények, egy eltorzult és megcsongított közel-kelet lenne. Amikor fölhívom a nemzetközi közösséget, hogy ne maradjon közömbös ezelőtt a helyzet előtt, kérem, hogy a vallási, politikai és szellemi vezető, különösképpen a muzulmánok, ítéljék el a vallás mindenféle fundamentális és extrémista értelmezését, amellyel olykor ezeket az erőszakos cselekményeket megideologizálják. Hasonló brutális dolgok történnek, és sok áldozatot szednek a legkisebbek és legvételenebb emberek között. Sajnos a világ más országaiban is, gondolok itt különösképpen Nigériára, ahol nem szűnik az erőszak, és válogatás nélkül öldöklik az embereket, és azután egyre növekszik az emberek elrablása, sokszor fiatal lányokat rabolnak el, hogy az emberkereskedelemben felhasználják őket. Egy olyan utálatos kereskedelem ez, emberkereskedés ez, amelyet nem folytatódhat. Ezt a sebet be kell gyógyítani, meg kell szüntetni ezt a szörnyűséget, amely az egyes családoktól kezdve az világ egész közösségét érinti. Azután aggodalommal gondolok nem arra a sok konfliktusra, polgári jellegű, amelyek Afrika különböző területein vannak, például Líbiában, amelyet régóta belháború szakít szét, és kimondhatatlan szenvedéseken mennek át az emberek, és ez súlyos hatással van a térség kényes egyensúlyára is. Aztán gondolok a közép-afrikai köztársaság drámai helyzetére, akkor fájdalommal lehet megállapítani, hogy sok ember, bár mindent megtesz, hogy a békét, biztonságot, jóléteten dolgozzon, jó szándékkal, nagyon sok embernek az önző ellenérdekével találkozik szembe. Azután különös aggodalommal tekintek a dél-szudáni, szudáni, elefántcsontparti, kongói demokratikus köztársaság helyzetére, ahol továbbra is nő azok a civil társadalom áldozatainak száma, ahol nagyon sok nő és gyermek van, köztük sok nő és gyermek kénytelenek elmenekülni és szörnyű körülmények között nyomorban élni. Ezért
Kérem az egyes kormányokat és a nemzetközi közösséget, hogy minden, hogy szüntessen meg mindenféle csatát, küzdelmet, a gyűlöletet, erőszakot, és tegyen meg mindent annak érdekében a kiengesztelődés, a béke és az ember transzcendens méltóságának a megvédése érdekében. Azután nem szabad elfelejtenünk a háború egy másik dramatikus dolgot, ez pedig a nők megerőszakolása. Ez nem csak a nő testét, hanem a lelkét is érinti. Egy olyan traumát okoz, amely nagyon nehéz kitörölni a nő emlékezetéből, és ennek nagyon súlyos társadalmi következményei is vannak. És sajnos sokszor olyan helyeken is előfordul ez, ahol nincs is háború, és a nők erőszakot szenvednek. Az összes háborús konfliktus visszavezethető a kidobás kultúrájára. Azután vannak kevésbé látványos, hanem sokkal rejtettebb, az elutasítás rejtettebb formái, amelyek hasonlóképpen táplálják ezt a kultúrát. Gondolok itt például arra, ahogyan bánnak a betegekkel, a kirekesztettekkel, mint például a leprásokkal, akikről az evangélium beszél. Korunk leprásai között vannak azok az áldozatok is, akiket például az Ebola járvány sújt, különösképpen Libériában, Sierra Leone-ban, Kíniában, és amely már 6000 áldozatot szedett. Azután a háborúk és a betegségekkel sújtott életeken kívül ott van nagyon sok ember, a menekültek, az elvándorlók, a száműzöttek. Itt is Jézus gyermekségére, gyermekkorára tekinthetünk. Ott ez is a kidobás kultúrájáról tanúskodik, amely tönkreteszi és feloldja a társadalmat. Heródes brutalitása miatt a Szent Családnak ugyanis el kellett menekülni Egyiptomba, ahonnan csak néhány évvel később tudtak visszatérni. A korábban leírt konfliktusos helyzetek következménye az, hogy sokszor emberek ezreinek kell elhagynia saját szülőföldjüket. Sőt, nem csak jobb jövőért kénytelenek elmenekülni, hanem egyszerűen azért, hogy jövőjük legyen, mert ha a hazájukban maradnának, az azt jelenteni, hogy biztos halál vár rájuk. Milyen sok ember veszi az életét embertelen utakon, amikor menekülniük kell. Milyen gyötrelmeken kell végigmenniük, és a pénzt hajszoló gonosz emberek hálójába kerülnek. Erre utaltam akkor, amikor nem régen az Európai Parlamentben beszédet mondtam, emlékeztetve arra, hogy nem lehet eltűrni, hogy a földközi tenger egy nagy temetővé váljon. Aztán ott van egy másik zavaró dátum, nagyon sok elvándorló, főleg Amerikába, egyedülálló gyermek, akik nagy veszélyekbe kerülhetnek, és nagyobb gondoskodásra, odafigyelésre és védelemre van szükségük. Sokszor dokumentumok nélkül érkeznek ismeretlen földre, nem beszélik a nyelvet, ezért nehéz a elvándorlóknak befogadást és munkát találniuk. A menekülés bizonytalanságán túl
kénytelenek az elutasítás drámájával is megküzdeni. Tehát fontos, szükséges, hogy velük szemben a magatartásunk megváltozzon, hogy a közömbösségből és a félelemből átlépjünk, megváltozzunk a másik őszinte befogadásává. Ez természetesen megkívánja, hogy megfelelő törvénykezést hajtsunk végre, amely képes arra, hogy egyszerre megvédje a polgárok jogait, és ugyanakkor garantálja a bevándorlók befogadását is. Köszönetet mondok mindazoknak, akik sokszor életük föláldozásával is dolgoznak azért, hogy segítsenek a menekülteknek és a bevándorlóknak, és kérem az államokat és a nemzetközi szervezeteket, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy megszüntessék ezt a, megoldják ezt a szörnyű, nehéz humanitárius helyzetet, és segítsék azokat az országokat, ahonnan ezek a elvándorlók jönnek, hogy tudjanak fejlődni szociális, politikai téren, hogy meg tudják szüntetni a belső konfliktusaikat, amelyek sokszor, amelyek a fő okát jelentik ennek a jelenségnek. Szükséges, hogy az okokon dolgozzunk, és nem csak a hatásokat tekintsük. Ez pedig majd lehetővé teszi, hogy az elvándorlók egy napon visszatérjenek hazájukba, és hogy tudjanak fejlődni, kibontakozni. Azután a elvándorlókon, a menekülteken, száműzötteken túl ott vannak a rejtett száműzöttek, akik házainkban és családjainkban élnek. Ott vannak például az idősek, vagy a fiatalok, az elsők, az időseket sokszor csak helyet elfoglaló, fölösleges embereknek tartjuk, a fiatalokat pedig azért vannak leselejtezve, hiszen nincsenek előttük perspektívák, nem tudnak dolgozni, nincs jövőjük, nincs nagyobb szegénység annál, mint hogyha az embert megfosztják a munka lehetőségétől, a munka méltóságától. Maga a család nem ritkán szintén a kidobásnak, a selejtezésnek a tárgya, hiszen egyre jobban terjed az individualista és önző kultúra, amely szétszakítja a kötelékeket, és hozzájárul ahhoz a dramatikus jelenséghez, hogy egyre kevesebb gyermek születik. È facile cogliere il dramma e lo scoraggiamento di molte persone che hanno letteralmente perso il senso del vivere. Járul hozzá ehhez az a törvénykezés is, törvényhozási gyakorlat, hogy az együttélés különböző formáit részesítik előnyben, ahelyett, hogy megfelelőképpen támogatnák a családokat az egész társadalom java érdekében. Azután ezek között a jelenségek okai között ott van az a selejtezésnek az a globalizációja, amely magukat, a kultúrákat is kidobja, leselejtezi.
És így nagyon sok az egyes nemzeteknek az identitása kerül veszélybe, amely elengedhetetlen lenne az egészséges szociális fejlődés számára. Ezt a drámát súlyosbítja a gazdasági krízis, amely a társadalmi összetűzésekhez is vezethet. Ezt módon van állt ezt szóvá tenni itt Rómában, amikor találkoztam olyan emberekkel, akik nyomorban élnek, illetve a különböző utazásaimon, amelyeket itt Olaszországban tettem. A drága olasz nemzettel kapcsolatban szeretném kifejezni a reményemet. Hogy bár a szociális, politikai és gazdasági bizonytalanság korszakában az olasz nép ne engedjen annak, hogy föladja a munkálkodást, és összetűzések kísértésének engedjen, hanem fedezze föl újra azokat az értékeket, az egymásra figyelés értékét, a szolidaritásét, amelyek annak a kultúrának és polgári együttélésnek az alapját képezik. Amelyek bizalmat ébresztenek a közeljövő és a távoli jövő számára is, főleg a fiatalok számára. Ma este örömmel utazom Ázsiába, hogy meglátogassam Sri Lankát és a Fülöp-szigeteket, és így ki tudjam fejezni azt a pasztorális odafigyelést és segítést, amelyet követtem azokat, annak a nagy földrésznek a különböző népeit. Nekik és az ő kormányoknak szeretném kifejezni még egyszer Szentszéknek azt a kívánságát, hogy a Szentszék szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy ott a közjó szolgálhassa az ottani összhangot, a harmóniát, a szociális egyetértést. Különösképpen kívánom, hogy újra felvegyék a párbeszédet a két Korea között, amelyek egy testvér országok, és ugyanazt a nyelvet beszélik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennek az új évnek az elején nem akarjuk, hogy a tekintetünket a pessimizmus uralja, hogy csak arra tekintsünk, hogy korunkban milyen bajok és hiányok vannak. Szeretnénk köszönetet is mondani Istennek azért, amit nekünk adott, az ő, mindazért, amit nekünk nyújtott, a párbeszédért, a találkozókért, amelyeket melyben részem lehetett, azután a békének azokért a gyümölcséért, amelyeket megizlelhettünk. Beszédes tanúságtételét találtam annak, hogy a találkozás kultúrája lehetséges. Megtapasztaltam ezt akkor, amikor Albániába látogattam. Ez egy olyan nemzet, amely tele van fiatalokkal, akiknek van reményük a jövőt illetően. Bár a múltban súlyos sebeket szenvedtek. Ez az ország azt jellemzi, hogy békésen együtt élnek és együtt dolgoznak a különböző vallások követői egy olyan légkörben, hogy tisztelik egymást és közös egymást megbecsülik katolikusok, ortodoxok és muzulmánok. In tale prospettiva rivolgo un pensiero anche al popolo del Burkina Faso,
impegnato in un periodo di importanti trasformazioni politiche e istituzionali. A párbeszédre számunkra nagyon szép példát nyújt. Possa contribuire allo sviluppo di una società più giusta e fraterna. Rilevo inoltre con compiacimento Amerika Egyesült Államok és Kuba közötti nemrégi döntés, hogy véget ér a kölcsönös távolságtartás, amely egy fél évszázadon keresztül tartott, és újra közelednek egymáshoz a polgárok java érdekében. Ebben a perspektívában gondolok itt a Burkina Fasói népre is, amely azon dolgozik, hogy fontos politikai és intézményi átalakulás időszakában, hogy a együttműködés szelleme megvalósulhasson, megtesznek mindent, hogy az igazságos és testvéri társadalom fejlődéséhez hozzájáruljanak. Kiemelem. Infine, desidero esprimere il mio apprezzamento ed incoraggiamento per quei paesi. Kiemelem örömmel azt, hogy múlt márciusban egy megállapodást írtak alá, amely véget ér a Fülöp-szigeteken jellemző feszültségek hosszú éveinek. L'umanità assisteva ad una delle più tremende catastrofi della storia. 1945. augusztus 6-án az emberiség in modo nuovo e senza precedenti il mondo sperimentava fino a che punto poteva giungere il potere distruttivo dell'uomo. Tanúja lehetett. Dalle ceneri di quell'immane tragedia che è stata la seconda guerra mondiale e sorta tra emberi történelem egyik legszörnyűbb katasztrófájának. Che ha dato vita all'organizzazione delle Nazioni Unite. Az első alkalommal új módon föld megtapasztalta, milyen meddig érhet el az ember pusztító hatalma. Ricordava che il sangue di milioni di uomini e innumerevoli tragédiának a hamujából, amely a második világháború volt, született meg a nemzetek között egy új párbeszédnek és találkozásnak az akarata, amely lehetővé tette, hogy megszülessen az Egyesült Nemzetek Szervezete, amely ebben az évben ünnepli 70. fennállását. Amikor 50 évvel ezelőtt boldog elődöm 6. Pál látogatást tett a Vetró palotában, emlékeztetett, hogy emberek millióinak vére, sok ember szenvedése, hasztalan mészárlások, azok, amelyek lehetővé teszik, vagy járulnak hozzá, hogy létrejöjjön ez a szerződés, létrejött a szerződés, ami összeköti ezeket az országokat. És azután bizalommal hívom ebben az új évben, vagy kívánom azt, hogy két nagyon fontos folyamat folytatódjon. Egyrészt a 2015 utáni fejlődési programozás megírása, a másik pedig a fenntartható fejlődés céljainak elfogadása és a
klímával kapcsolatos megállapodás létrejötte. Ezeknek elengedhetetlen feltétele a béke, amely nem csak, hogy véget vet minden háborúnak, hanem az ember, amely nem csak a háborúk végéből fakad, hanem főleg a szív megtéréséből. Ezekkel az érzésekkel kívánok mindannyiuknak, és családjaiknak és népeiknek reménnyel és békével teljes 2015-ös évet. Most tehát a Nemzetközi Diplomáciai Testület tagjai egyesével is köszönhetik a Szentatyát, aki kiemelte, hogy az utóbbi időszakban egyrészt megnőtt a Szent Székhez akkreditált nagykövetek száma, és sikerült újabb kétoldalú szerződéseket is kötni. Így például általános jellegű szerződést múlt januárban Kamerunnal, illetve sajátos jellegű, tehát részletkérdésekre kiterjedő szerződést például Máltával és Szerbiával. Szentatyát, Ferenc pápát szokás a béke pápájának is nevezni, és nem véletlenül. Nem csak a béke világnapján intézett hosszú üzenetet, hanem ma is a béke volt a fő témája. Köszönjük figyelmüket, további szép napot kívánunk. Laudetur Jézus Krisztus!